Estét szervez Székesfehérvár önkormányzata 2012. január 7-én a felújított Himerházban. Az est belépőjegyeiből befolyt összeg nagy részét jótékony célra kívánják felhasználni a szervezők. Mint Fehérvár polgármestere a rendezvény egyik házigazdája mondta, az est felhívja a figyelmet a helyi közösségek fontos társadalmi szerepére és a jótékonyság fontosságára. Az estély országosan is példaértékűnek számít. Ilyen jellegű jótékonysági célokat megvalósító év elejé, újévi estély megrendezéséről máshol nem tudunk. Ilyen értelemben egy hagyományteremtő, nem csak Fehérváron, hanem az országos vonatkozásban is. A rendezvény arca Miklós Erika opera énekesnő, aki fel is lép az estélyen. Nem áll tőle távol a jótékonysági szerep, a jótékonykodás mellett bízik abban, hogy a hagyományteremtő szándékkal elinduló est egyben elősegíti Fehérvár kulturális és szellemi életének továbbfejlődését is. Verditől, Bernsteinen, Bizén keresztül tulajdonképpen nagyon sok műfaj felhangzik, de egy klasszikus előadó személyében, tehát az én személyemben, kicsit latinosabb, hiszen ez az együttes, ez egy latin kvartett, latinosabb színben. Mintegy 80-100 résztvevőre számítanak és milliós bevételre a szervezők, hiszen a 35 ezer forintos jegyáron túl további támogatással is számolnak. Január 7-én tehát jótékony céllal rendezik meg ezt az estét, a helyszín pedig ez lesz a felújított Himerház bálterme. A szervezők remélik, hogy minél több pénz folyik majd be a belépőjegyekből, amit jótékony célra fordítanak majd. A Fehérvár Televízió híradóját Szabó Miklós Bence tudósította.